Sziasztok és üdv újra a csatornán, én Panni vagyok, és ez a videóra egy olyan témájú lesz, amit én is nagyon-nagyon szeretek nézni, méghozzá arra fogsz hallani, hogy mi hogyan szerkesztjük az Instagram képeinket. Ugyebár az Instagram oldalunk az közös, de van külön-külön is, és én is és Lina is nagyon-nagyon szeretünk képeket szerkeszteni, ez tulajdonképpen már így hobbinak is számíthat, ugyanis miután készítünk képeket, rengeteg utómunka szokott rajtuk lenni, és ezt mind a ketten imádjuk csinálni. Az Instagram pedig mindkettőnek egy olyan hely, ahova gondosan megszerkesztett és összerendezett és összeillő képeket rakunk fel. Tudom, hogy sok embernek ez nagyon macerásnak tűnik, és nagyon sokan vannak, akik csak mindenképpre rádobnak egy random filtert, vagy nem is dobnak rájuk filtert, hanem csak feltöltenek mindenféle képeket. Szerintem az Instagram mindenkinek mást jelent, de mi szeretjük úgy látni az Instagram oldalunkat, hogy jól néz ki, és én is imádok más Instagram oldalakat nézegetni, hírességekét, vagy akár csak modellekét, vagy más bloggerekét, mert mindegyik annyira gyönyörű tud lenni, és egységes, és régen én sem értettem soha, hogy ezek a képek hogy néznek ki ilyen jól, milyen szerkesztés van rajtuk, hogy ennyire egységesek és ennyire jól néznek ki, milyen filtert használnak, milyen alkalmazást egyáltalán, úgyhogy én is teljesen össze voltam zavarodva, és egyszerűen tényleg nem volt ötletem sem, hogy lehetne nekem is egy ilyen Instagram oldalam, úgyhogy remélem, hogy ez a videó most segítség lesz nektek is, és lássuk is, hogy hogyan készülnek a képeink. Tehát első lépésként szükségünk lesz egy telefonra, amiben van elég tárhely ahhoz, hogy letöltsük az összes alkalmazást, ami kell a képszerkesztésekhez, valamint egy Instagram fiókra, ahova feltölthetjük a képeket természetesen. Érdemes egy külön mappát csinálni egyébként ezeknek az alkalmazásoknak, én is most így összecsoportosítom őket, nem, menj bele. Így, Pinterest az kijöhet ide. Tehát ebben a mappában van minden, ami kelleni fog nekem a képszerkesztésekhez. Az első alkalmazás, amit használok, a Snapseed lesz, és korábban nem ezt az alkalmazást használtam az ilyen alap szerkezgetésekhez, hanem a Lightroom-ot, de ezt jobbnak találom. Egészen egyszerűen csak meg kell nyitni egy képet, azt a képet, amit meg szeretnénk szerkeszteni. Itt is vannak. Tehát ez az első kép, ami most éppen Linával az aktuális csatorna profilképünk. És ez eredetileg így néz ki. Tehát ez az a kép, amivel dolgozni fogunk. Első lépésként erre kell rákattintanunk. Aztán a finomításra megyünk, itt igazából elég sok lehetőség van, most, hogyha visszamegyek, akkor láthatjátok, hogy lehet körbevágni, élesíteni, forgatni a képet, és egy csomó más beállítást csinálni rajta. Én egyelőre a körbevágást és a finomítást, valamint a részleteket szoktam használni. Körbevágás azért jó, mert akkor így be lehet állítani, hogy a képnek melyik részére van szükségünk, tehát nagyjából mondjuk egy ekkorára. Tehát kezdjük is a szerkesztést. A finomítás... Itt én elég nehezen jöttem rá, hogy ez hogy is működik, de a lényeg az, hogy ahol itt látjátok felül ezt a sávot, itt lehet állítani a fényességet, hogy mennyire legyen világos, vagy mennyire legyen sötét, és hogyha a képernyőt így húzzuk, akkor pedig különböző opciókat kapunk. Kezdjük a fényességgel, amit beállítok elég magasra, mert minél fényesebb a kép, annál jobb. Ezután pedig jöhet a kontraszt, ami szintén jó, hogyha viszonylag magas. A telítettségnél nagyon fontos, hogy mi úgy szeretjük a képeinket, hogyha nem nagyon élénkek, tehát egy... Lekaptam a telefonom. Tehát egy picit levisszük az telítettséget, mondjuk mínusz 10 körülre. Ezután a környezet. A környezet igazából annyit csinál, hogy vagy így fog tőle kinézni a kép, vagy mélyebb lesz, vagy ezt nem is tudom, hogy leírni. Igazából ez... a rossz irány, tehát lefele kell húzni. Legalábbis mi lefele szoktuk húzni ezt a környezet opciót. Ezután jönnek a kiemelések, ami ennek pont az ellentétje, tehát ugye itt lehet így világosítani, vagy éppen sötétíteni. Nem tudom kamerán mennyire látszik, de a víz és például a háttérben a felhők sokkal jobban látszanak, hogyha a kiemelések mínusz 100-on vannak, de mi ezt felfele szoktuk húzni, mert ahogy mondtam, minél világosabb a kép, annál jobb. Persze nem kell, hogy kiégjen, de ez fontos. Az árnyékokat, azokat lefele szoktuk vinni, hogyha felvisszük, akkor elég érdekes lesz a kép tőle, tehát inkább érdemes lefele vinni. És nem nagyon, tehát ne ilyen drasztikusan árnyékolt, tehát nem ilyen lesz, hanem mondjuk egy ilyen
mínusz 10 környékére ez is. A melegséggel pedig lehet állítani, hogy mennyire legyen, szóval mennyire legyen meleg vagy hideg a kép. Ezen annyira nem nagyon szoktunk állítani, de inkább mondjuk ezen a képen az néz ki jól, hogyha hideg egy kicsit. És ahogyha a pipára megyek, akkor el is fogadom, és ahogy látjátok, ez a kép, amit most kaptunk, eredeti, mostani, azért elég durva a különbség. Aztán jöhet a mentés. A következő alkalmazás, amit ezután használunk, az a ViscoCam. Itt filterek vannak leginkább, bár ebben a programban is lehet szerkeszteni képeket, úgy, mint az előbb a Snapseedben. Viszont a Snapseed szerintem jobb, egy fokkal profibb, de ez mindenkinek a saját döntése. Tehát importálok egy képet az albumból, és nincs semmi. Szóval miután importáltam a képet, ami kell, rámegyek egyszer, tehát kijelölöm, ezután pedig erre a kis ikonra megyek rá, amivel rárakhatok filtereket. Itt alul láthatjátok a filtereket, le lehet még pluszban tölteni ingyen egy párat. Itt a bevásárlókocsin látjátok, viszont egy csomó van, amiért fizetni kell, tehát vagy látjátok, itt van egy csomag, ami 1090 forintba kerül, van, ami majdnem 1500-ba, de vannak olcsóbbak is, én eddig még egyet sem vettem, az ingyeneseket mind letöltöttem, hogy itt látjátok, és ezekkel teljesen jól el vagyok. Ezek a filterek nagyon különböző hatásokat adnak a képnek, tehát vannak fekete-fehérek is, van olyan is, ami így, szerintem ez egy kicsit ilyen retrós hatást ad neki. Igazából mindegyik elég más, és szerintem mindenki eldöntheti magának, hogy melyik az, ami neki tetszik, mert én is nagyon-nagyon nehezen döntök egy-egy filter mellett, de a lényeg az szerintem egy Instagram oldalon, hogy egységesek legyenek a képek, ahhoz az is kell, hogy egységes legyen a filter rajtuk. Szóval Milinával mindig ugyanazt a filtert, vagy hasonló filtereket használunk. Ez általában a HB1 vagy a HB2-es, és nem is maximum, mert akkor nagyon-nagyon látszik, hogy van rajta filter, hanem leszoktuk vinni a felére az erősségét, ilyen 5 és 6 közöttire. És voilà! Bár azt hiszem, hogy talán ami a profilképünkön van, ott a HB1-es filter van rajta, de most már nem vagyok benne biztos, én a HB2-t egy picit jobban szeretem, úgyhogy ezt így leviszem. Egyébként még elég sok itt ilyen különböző filter van, ami tényleg egy nagyon retrós hatást ad neki, van, ami teljesen más dolgokat emel ki, van egy kékes, van egy fakó, van egy rózsaszínes, és még egy fekete-fehér. Most maradjunk a HB2-esnél, mert mi ezt szoktuk használni, és hogyha ezt itt felhúzzuk, kijön alul még több opció, ez visszalépés, ez teljes visszalépés, ez a filterek, ahol most vagyunk, ez pedig tulajdonképpen azokat a szerkesztéseket ajánlja fel, amiket már a Snapseedben mi megcsináltunk. Ez most nekünk nem fontos, de aki szeretné, az letöltheti csak a ViscoCam-et, és itt is megszerkesztheti a képet hasonlóan. Tehát itt van a fényerő, kontraszt, forgatás, perspektíva változtatás, vágás, élesítés, itt van a színélénkség, aztán melegség, meg mindenféle árnyalatok hozzáadása, a vinyettát utálom, ne használjátok. Aztán vannak ilyen fakítások, szerintem ezek a képek is nagyon jól néznek ki, amik így fakítva vannak. Valamennyire, nem túl nagyon, de ezeknek is egy tök jó hangulatuk van, és volt egy időszakom, amikor így szerkesztettem a képeimet. Tehát itt láthatjátok, hogy fakón, hogy nézne ki ez a kép, de nem fogom. De általában mi nem fakítjuk, hanem hagyjuk így rendesen. És van még itt pár opció, ami szerintem tök jó. Tehát miután megszerkesztettük a képet, megvan a megfelelő fényerősség, a megfelelő kivágás, és aztán rámegyek arra, hogy save. Ops, ez most nem látszódott, de a lényeg az, hogy appa. Hogy itt felül van a save gomb, erre rámegyek, és el is van mentve. Itt, ahogy látjátok, még van egy pár plusz képe, amiket eddig szerkesztettem meg. Ezután, hogyha rámegyek a képre, és itt alul elek, és három pécsre kattintok, akkor megoszthatom egyből Instagramon, vagy Facebookon, vagy még hol. Hoppá, most véletlenül nem. Most lementettem a képet, de tehát itt van a megosztás. Instagram, Facebook, e-mail több, de most lementettem a galériára, és akár ki is töröltem ezt a képet. Ez egyébként csak egy galéria szintén, tehát ezek a képek nincsenek feltöltve sehova, itt csak gyűjtöm őket, hogy... Szóval csak gyűjtöm őket. Aztán, tehát végeztünk a Viscoval és a Snapseeddel is,
És van még egy alkalmazás, ami viszonylag új, mostanában kezdtem el használni, ez pedig nem másra jó, mint arra, hogy megtervezzük az Instagram oldalunkat. Ez azért jó, mert előre az ember a fejében nem feltétlenül tudja kigondolni, hogy nézne jól ki az oldal. Ezért jó, hogyha van egy olyan alkalmazása, ennek az a neve, hogy Planoly, amiben megszerkeszteti, szóval amiben megtervezheti a képeit. Itt mutatja azokat a képeket, amiket már feltöltöttünk. Valamint van még egy pár, amiket még nem, csak felraktunk, hogy megtervezhessük, hogy milyen sorrendben néz neki jól. Itt ezeket lehet húzogatni, tehát hogy melyik hol legyen inkább. Ha itt van egy sötét kép, akkor jobb, hogyha fölötte inkább egy világos van, és a világos kép felett pedig egy sötét. Valamint, hogyha volt egy flatlay, például itt, akkor kicsit később legyen a következő flatlay, hogyha pedig volt mondjuk egy olyan kép, amin a fejünk van, akkor kettővel odébb, vagy többel odébb legyen olyan, amin ismét a fejünk van. Tehát mindenféle koncepciót ki lehet találni, hogy szeretném rendezgetni a képeket. Igazából végtelen sok lehetőség van, és mindenkinek a saját fantáziájára van bízva, hogy tetszik neki legjobban. Ezután pedig jöhet a feltöltés, ugye már Instagramra most ezt nem fogom feltölteni, de ahogy látjátok, már is készen áll ahhoz, hogy akár fel is tölthessük. Na, akkor nézzünk még egy képet, ugyanígy Snapseed, megnyitás, galéria. Most akkor legyen, itt nagyon sok selfie-t lőttem, legyen ezek közül egyik. Tehát ezen a képen élesítek egy kicsit, mert nem én vagyok a fókuszban. Ezután jöhet a finomítás, fényesség fel, kontraszt fel, telítettség picit le, környezet le, kiemelések fel, talán nem ennyire, árnyékok le, és a melegség, az szerintem jó így. Ugyebár megint látszik, hogy van különbség. Nem, mégse. Mentés. Viszkó. Megnyitás. Snapseed eset. És erre is rádobom a szép kis HB2-es filtert. Úgyhogy itt vannak a végeredmény képek, ez a legutolsó, aztán itt van ez a virágos, aztán itt vagyok én, és itt van még egy pár olyan kép, amiket szerkezgettem. Igazából szerintem ezzel el tud lenni az ember akár órákon keresztül is, és ezért is mondtam, hogy ez Linával az egyik ilyen hobbing tulajdonképpen, úgyhogy ennyi. Így készülnek az Instagram képeink. Yay! Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és hogy hasznos volt számotokra. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Az Instagram oldalunknak a linkjét megtaláljátok a leírásban, ahol ott van még a Facebook oldalunk is, oda is nézzetek el, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!